Sokat hallani arról, mennyire megromlott a közbiztonság a falvainkban, Szabadka területén is, a Peremvárosban, illetve a környező falvakban. A híradóban és a közügyekben is foglalkoztunk a témával, konkrétan Csantavér esetét mutattuk be február 2-án. Emlékeztetőül íme a híradó anyaga. Judit néninél is jártak a tolvajok, a padláson húzták meg magukat a lopók, végül pedig az ablakon másztak be. Olyan nagy értékeket nem, amit nekem volt érték, azt vitték el, mert nekem volt ilyen munkakitüntetéseim, és azokat is összeszedték, a férjem kitüntetését ugyanúgy. Aztán olyan limlom kis holmit voltak, olyan tört aranyak. A helyiek közül többen riasztó berendezéssel próbálják megvédeni magukat. Azt mondják, mindennaposak a betörések Csantavéren. Mert szinte naponta vannak betörések, és a rendőrök nem törődnek semmivel. Régebben volt olyan, hogy ilyen polgárok összefogtak, és akkor őrködtek, mert minden aztán az megszűnt, hogy miért, azt nem tudom. Nem tudom, hogy meddig engedi meg ezt a helyi közösség is, vagy a közbiztonság is, a rendőrség is, vagy kihez kéne fordulni az embereknek, hogy itt nagyobb biztonság legyen. A hétvégén több üzlethelyiséget is feltörtek. Futó Irénék vállalkozását utoljára 3 hete látogatták meg a betörők. Betörtek már nagyon sokszor, de nem bírunk ellene tenni semmit se. Hiába szólunk a rendőröknek, se nem ér semmit se. Továbbra is ugyanúgy folyik a betörés, mint ahogy ezelőtt. A nagy hidegben volt, aki a fakapuból gyújtott be. Nagyon rosszul, most a kerítést vettünk fel, mert nincs mivel tüzeljünk a gyerekekre. 6 gyerek van, apró gyerekek vannak. Olyan szegények vagyunk, se tízre való, semmi nincs. Muszáj az embernek menni lopni, nincs munka, nincs semmi. 6 hónap börtön van nekem, egyedül vagyok a gyerekekben. Ahogy megyünk, vágunk kis zöld fákot, ilyesmiket. Vágunk azt, akkor még ezekből is... Van, amikor a zsarok fővesznek, azt akkor megyünk a bíróságokra, még fizessünk amit kapok a szociált, fizessünk a büntetésüket. Csantavéren korábban már működött önkéntes járőrszolgálat. A helyiek szerint erre ismét nagyon nagy szükség lenne. A stúdióban pedig a Magyar Remény Mozgalom elnöke László Bálint, köszöntöm Önt nálunk. Nemrégiben jelent meg az MRM honlapján, hogy egy felhívás Csantavér polgáraihoz címezték, amelyben arra kérik őket, hogy jelentkezzenek a figyelőszolgálatba, amelyet önök szerveznek. Így van, ez egy nagyon friss felhívás, valójában még a Csantavéri... Hát, mint hogyha itt a híradó tájékán jelent volna meg a honlapjukon. Így van, tehát ez a hétvége folyamán jelent meg, és a mostani hét folyamán fogjuk eljuttatni a felhívást minden csantavéri háztartásba, és akkor várjuk az eredményt, illetve a jelentkezőket. Ugye ez a megfigyelő szolgálat, hát nevezhetjük polgárőrségnek, ez már hasonló dolog már működött Csantavéren, meglehetősen hatékonyan a lakosság önszerveződése révén, és úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy szükség lenne egy ilyen szolgálatra. Miért van Csantavér? Csantavér... Ugyanez elmondható például az Orka helyi közösségről, vagy bármely más peremvárosi helyi közösséget felsorolhatnék, falvakat. Pontosan, és amennyiben beválik a módszer, ugye ebbe a többi városrészbe, illetve a többi faluban is megpróbáljuk felállítani ezt az őrséget. Beszélhetünk Bácskosútfalváról, Martonosról, Horgosról, Péterrévéről, Bácsföldváról, és más tehát helyekről. Itt Csantavéren kísérleti jelleggel indítanák el. Így van, mi pont abból kifolyólag is, mint hogy már működött egy ilyen éjjeli szolgálat régebben, pár évvel ezelőtt Csantavéren, és bízunk benne, hogy lesz elég jelentkező, és lesz a jelenlétnek visszatartó hatása az bűnelkövetőkkel szemben. Nem első alkalommal veti fel a Magyar Remény Mozgalom azt a javaslatot, hogy alakuljon Szabadkán, illetve Vajdaságban polgárőrség. Így van, ezt már megalakulásunk óta hangsúlyozzuk, sőt egy magyarországi polgárőr egyesületnek a vezetősége és jogásza is itt járt nálunk tavaly. Magyar Gárda? Na, a Magyar Gárda egy bejegyzett polgárőr egyesület vezetősége Békés Csabáról, és ők mutatták be a törvényi hátterét például, illetve a finanszírozását és a gyakorlati működését ennek a polgárőrségnek. Magyarországon 1989 óta
Tehát a rendszerváltozás követően a társasági törvény meghozatala után már polgárőr egyesületek tömkelege jött létre, és 2006-ban megszületett a polgárőrség. Ezt a gyakorlatot szeretnék átültetni Szerbiára vonatkozóan. Így van. Hát, a magyarországi az egy modell, de más országokban is működik a rendőrség mellett egy ilyen kisegítő szerv. Természetesen ez nem fegyveres, viszont azok a személyek, akik a polgárőrségben részt vesznek, például Magyarországon, ők az velük való kontakt, tehát a polgárok velük való kontaktusa az ugyanolyannak számít, ugyanolyan rendőrnek, mint a rendőrséggel szemben. Tehát itt nálunk ez nem lehetséges. Nincs a törvényi háttér meg, de attól függetlenül egy ilyen figyelői szolgálatot bármilyen, tehát egyszerűen létre lehet hozni, mindenféle törvény akadály nélkül. Konkrétan hány embert szeretnének bevonni ebbe a figyelő szolgálatba, és mi lenne a szerepük? Nyilván van egy kritikus szám adott településhez viszonyítottan. Csantavér esetében ez mondjuk szerintem olyan 20 körül tehető. Nyilvánvalóan ezt tudni kell, hogy... Állandóan, tehát minden egyes éjszaka 20-an járnák a falut? Nem feltétlenül. Minél többen vannak, tehát mivel egy önkéntes szolgálatról van szó, tehát a gyakorlatban is ott is, ahol például a magyarországi költségvetésből évente 800 millió forintot kapnak a polgárőr egyesületek az egész országban, és úgy gondoljuk, hogy tehát ez független attól, hogy hányan jelentkeznek egy adott településen, ez javítani fog a közbiztonságon. Akkor, amikor mi ezzel a témával a közügyekben foglalkoztunk, akkor itt volt a helyi közösség vezetősége is, illetve a korábbi vezetőségi részről is képviseltette magát a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a Szociáldemokrata Ligának a képviselői, és akkor mondták, hogy szinte pattanásig feszült a helyzet Csantavéren. Ők akkor úgy fogalmaztak, hogy előfordulhat az is, hogy egyik vagy másik oldal, tehát az elkövetők, illetve a sértettek részéről bármikor átcsaphat ez akár fizikai incidensbe is. Önök ettől nem tartanak, hogyha járőröznek az önök aktivistái, önkéntesei, akkor ilyenre sor kerülhet? Tehát először is ez nem egy párt szervezet lesz, tehát ide bárki jelentkezhet, ezért is nem hangsúlyoztuk ki, például a honlapon a felhívásban sem hangsúlyoztuk, hogy itt az MRM szervezi ezt a szolgálatot, viszont pont arra is, hogy elkerüljük az ilyen incidenseket, nagyon jó egy ilyen megfigyelő szolgálat. Illetve hát most itt abból a tényből indulunk ki, hogy elsősorban majd azok jelentkeznek, akikkel már történt valamilyen incidens, tehát akit ért valaki, valamilyen sérelem, de hát itt egy közösségről beszélünk, és úgy hiszem, hogy nem csak akkor kell lépni, amikor az én házam ég, hanem amikor mondjuk a 10. szomszéd háza ég. De mit tesznek akkor, hogyha valamilyen incidens történik? Tehát, hogyha az önkéntesek, amelyek nem feltétlenül Magyar Remény Mozgalom tagjai, valamilyen olyan incidensbe keverednek, hogy tetten érnek egy tolvajt, bármilyen atrocitás megtörténhet, hallhattunk róla. A megfigyelő szolgálat feladata, amíg nincs törvényi háttér, dokumentálja az eseményeket, és a dokumentációt, tehát a jegyzeteket, illetve a fényképeket eljuttassa a rendőrség részére, akik hatékonyan fel kell, hogy lépjenek a jövőben. Természetesen itt egy másik nagy probléma, amiről már a bevezetőben is hallhattunk, hogy a büntető törvénykönyv 15 000 dináros értékig engedi a, tulajdonképpen engedi a lopásokat, hiszen csak szabálysértési eljárás indul ez esetben. Magyarországon például zéró tolerancia elvét vezették be, és bizony ennek is volt hatása. Tehát miért ne lehetne ugyanezt alkalmazni például Szerbiában is? Csantavéren a sértettek arra gyanakodnak, hogy hát a romák követik el ezeket a betöréseket, legalábbis az esetek többségében. Ilyen kontextusban, hogyha ez a kérdés, a roma kérdés felmerül, akkor következtethetni lehet arra, hogy a Magyar Remény Mozgalom nem éppen a roma barátságáról ismert. Hát ez egy téves magyarázat, ugyanis most ebben az esetben Csantavérről van szó, amely 90-95%-ban magyarok lakta település, de ott, ahol létre szeretnénk hozni ezeket a szervezeteket, ott a lakosság számarányához viszonyítottan kell, hogy alakuljon az összetétel ezeknek az egyesületeknek. Ebből kifolyóban multietnikus polgárőrségről beszélünk, senki sem zárja ki annak a lehetőséget, sőt, hogyha az etnikai arányok megkívánják, akkor abba roma vagy cigány polgárok is részt kell, hogy vegyenek. Senki nem beszél arról, hogy itt
ne haragudjon, azért én megkérdezném még egyszer konkrétan, tehát a Magyar Remény Mozgalomnak a honlapján jelent meg ez a felhívás. Valószínűleg onnan értesülnek majd az emberek, illetve azért közbeszéd tárgya is lesz ez, hogy mit szervez a Magyar Remény Mozgalom, még akkor is, hogyha önök nem pártpolitikai indítatásként nevezik ezt meg. Feltételezhető, hogy olyan emberek fognak jelentkezni ebbe az önkéntes szolgálatba, vagy olyan emberek is, akik a Magyar Remény Mozgalom nézeteihez közel állnak. Ezek a nézetek pedig, bármennyire is mondja ön, azért nem biztos, hogy éppen a toleranciáról híresültek el. Tehát, hogyha adott esetben ilyen szélsőséges elemeket hogyan tudnak kiszűrni az önkéntesek közül, akarnak ezzel a kérdéssel foglalkozni, és kivállalja majd a felelősséget. Jó, tehát a Magyar Remény Mozgalom soraiban nincsenek szélsőséges elemek, és tessék felsorolni azt, hogy mi az, ami mondjuk a tolerancia ellen, mint olyan fogalom ellen szól a Magyar Remény Mozgalom programjában, vagy tevékenységében, de én megint csak azt mondom, hogy akik ide jelentkeznek, kapnak egy megfelelő eligazítást, felkészítést, és majd csak ezután mennek ki a terepre szolgálni, és a közösséget akarják szolgálni, senkivel nem leszámolni szeretnének. És a felelősség? A felelősség természetesen addig, amíg ezek a törvény háttér nincs meg, az az egyéni. És a Magyar Remény Mozgalom itt kivonul a történetből? A Magyar Remény Mozgalom segít megszervezni ezeket a csoportokat, és mivel hogy lokális szervezetről van szó, itt természetesen a helyiek azok, akik felelnek a történésekért is. Többször fölmerült már, hogy ugye polgárőrség megszervezésének nincs meg a törvényes háttere Szerbiában, alkotmányellenesnek is nevezik az ilyenfajta megmozdulásokat. Mi erről megkérdeztük egy jogásznak a véleményét, pontosabban egy ügyvédét, ezt fogjuk most megmutatni, és utána folytatjuk a beszélgetést. Civilne patrole, koje bi se bavile bezbednošću građana, apsolutno su isključene kao čak i kao zakonska mogućnost. I ukoliko bi se, bilo da se građani sami organizuju ili da se organizuju preko neke političke organizacije, oni čine jedno kolektivno delo određenog samovlašća. Kad je reč o političkim strankama, Ustavom je zabranjeno vršenje vlasti preko političkih stranaka. Znači, političke stranke participiraju u organima vlasti na osnovu rezultata koje ostvare na izborima i kako budu zastupljeni u organima državne vlasti ili lokalne samouprave. Ali političke stranke ne mogu da vrše same vlast. Mi smo napustili sistem jednopartijskog sistema, politički sistem jednopartijskog sistema, gde su, pa čak i u njemu politička stranka nije direktno vršila vlast, nego je preko ondašnjih komiteta i tako dalje, ona delegirala svoje predstavnike u organe vlasti. Danas je to, kada imamo politički sistem parlamentarne demokratije i kada imamo višestranački politički sistem, organizuje na izborima. Onakav rezultat kakav određena politička stranka ostvari na vlasti, sa tim rezultatom, u tom procentu, da tako kažem, učestvuje u organima vlasti, počev od zakonodavne kao najviše, pa do organa na nivou mesnih zajednica, isto tako i u izvršnim organima, prema tom izbornom rezultatu, stranke postavljaju svoje ljude, recimo, na neka mesta u ministarstvo i tako dalje. Ali da stranka sama vrši posao iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, to je jedna velika avantura i stranka koja je registrovana kao politička stranka rizikuje da je bude zabranjen rad. Tako da zaista sam iznenađen i zatečen uopšte da bi bilo koji predstavnik, bilo koje političke stranke došao na takvu ideju i pokušao da je realizuje. S druge strane, kad se radi o poslovima bezbednosti, oni mogu da se obavljaju ukoliko se ti poslovi registruju. E sad, to očigledno ovdje nije slučaj, jer se ne radi o preduzetničkoj ili privrednoj aktivnosti gdje je neko registrovao agenciju za pružanje usluga
bezbednosti i tako dalje, pa onda da te ljude koji su recimo onda bi oni bili redovno zaposleni u redovnom radnom odnosu i na osnovu primjene odredaba zakona o radu mogli bi da obavljaju određene poslove fizičkog obezbeđenja imovine i lica, ali samo kao registrovanu delatnost. Inače, upuštaju se u kršenje Ustava i u svakom slučaju ne mogu da obavljaju te poslove, zato nisu registrovane. Političke stranke se ne registruju zbog toga. To bi bila neka paraformacija, bezbednosna, ne mogu da je kategorišem ni kao vojnu, ni kao policijsku, ali apsolutno civili ne mogu da organizuju bilo kakve organe te vrste. Ni kao politička stranka, niti da se dogovorimo, sad ćemo mi da budemo policija u jednom naseljenom mestu. Ne možemo nikako, to je protivzakonito. To je isključiva nadležnost države, odnosno Republike Srbije i njenih organa unutrašnjih poslova. A stúdióban továbbra is a Magyar Remény Mozgalom elnöke László Bálint hallottuk, ugye, hogy az ügyvéd hogyan fogalmazott annak kapcsán, amikor mi felvetettük ezt a célt, amit a Magyar Remény Mozgalom kitűzött és a honlapján is közzétett. Azt mondja, törvény és alkotmány ellenes ilyen szolgálatot működtetni. Hát, ami a jogász úr kijelentését, illetve nyilatkozatát illeti, vagy rosszul tették fel neki a kérdést, vagy félre beszélt, ugyanis nem tudja megmondani ő sem maga, hogy alkotmány ellenes, vagy törvény ellenes, tehát melyik cikkelre, illetve melyik törvényre, vagy az alkotmány melyik részére céloz. Az, hogy társadalmi szervezeteket nem hozhatnak létre civilek, illetve önszerveződésbe nem mehetnek bele. Ez ilyen jellegű önszerveződésbe, ezt mondja. Politikai pártokat nevezett. Hát, természetesen, mint ahogy mondtam, nem a Magyar Remény Mozgalom. A Magyar Remény Mozgalom a koordinálásban segítkezik, illetve a felhívást közzé teszi. De elég csak például megemlíteni Bácskos út falván, ahol például a helyi közösség vezetősége a katasztrófa védelmi, addig nem létező katasztrófa védelmi bizottságot használta fel arra a célra, hogy egy ilyen őrséget próbáljon létrehozni. Horgoson tehát nyomatékosan úgy fogalmazott többször is a megszólaltatott jogász, hogy a politikai pártok nem működtethetnek ilyet, tehát az állami szervek. A Magyar Remény Mozgalom nem fog működtetni ilyen polgárőrséget. A Magyar Remény Mozgalom tájékoztatja a polgárokat a lehetőségeikről, és hogyha az állam valamilyen módon megpróbálja azt akadályozni, a saját tulajdonait megfigyeljék, illetve őrizzék az emberek, akkor valahol tehát Ugandában vagy Bangladesben érünk. Én azt hiszem, hogy nem fogják Szerbiában megmagyarázni azt, hogy ez miért nem lehetséges, amikor működik egy skandináv országban, vagy működik Magyarországon, vagy bárhol Nyugat-Európában. Fegyverek nélkül kapcsolatban vannak a rendőrséggel. Én azt hiszem, hogy itt általában, ugye, amiről korábban is a bejátszás előtt is beszéltünk, hogy a felelősségvállalással van gond, hiszen ezek a meglopott emberek, akikből önök akarnák verbuválni, de nem csak belőlük természetesen ezt az önkéntes szolgálatot, nagyon gyakran elkeseredettek, hiszen a 15 ezer dináros érték az nagyon sok azon emberek számára, akik ugye fizetésből élnek. És itt ön hangsúlyozta, hogy egyéni a felelősség az, hogy mikor csap ez át egy olyan leszámolásba, lehet ez két egyén között is, tehát nem kell társadalmi rétegek között. Így van, tehát addig, amíg ennek a törvényes hátterét rendezni kell, ennyi a dolog. Amíg a szerb parlament például az Európai Unióval összhangban összepróbálja egyeztetni a törvénykezését, addig ilyenekkel is kellene foglalkozni, nem csak a kötelességeiket végrehajtani, hogy például megalkossa a polgárőrségről szóló törvényt. Mondom, Magyarországon 2006 óta létezik, abban szabályozva van, hogy büntetlen előilletű lehet, mik a jogai, mik a kötelességei, mert ne csak a jogokról beszéljünk, hanem a kötelességekről is, és ezt előbb-utóbb úgyis meg kell hozni a Szerbiának. Nem tudom, hogy miért óckodnak az emberek, mikor azt mondjuk, hogy multietnikus, tehát több nemzetiségű polgárőrségről beszélünk. Ebben a kontextusban én csak azt látom, hogy a rendőrség jelenleg nem végzi el elég hatékonyan a munkáját, a büntető törvénykönyv pedig egyszerűen ezzel a 15 ezer dináros
15 000 dináros lopási határösszeggel. Egyszer megkérdezem, hogy nem tart attól, hogy ezek a megkeseredett, esetenként meglopott emberek esetleg olyanra ragadtatják magukat, ők nem rendőrök, nem tanulták ezt, nem tudják, hogy mit lehet, és nagyon sokszor halljuk arról, hogy a dű, az elkeseredettség milyen indulatokat vált ki az emberekből. Ezek az emberek, aki felelősséget vállaljon ezért. Ezek az emberek megfelelő képzést, illetve eligazítást fognak kapni, és nem fog történni semmiféle incidens. Itt legfeljebb a bűnözők és a lopók fogják a rövidebbet húzni, olyan értelemben, hogy a törvénykezés elé fognak kerülni, és nem lesz módjuk, lehetőségük betörni, lopni, garázdálkodni a települések különböző területein az éjszaka, illetve nappal folyamán. De ez most mit jelent, ha lefényképezik őket, akkor gondolja, hogy elszaladnak, vagy lefogják a kezét, vagy mit terveznek csinálni a terepen ezekkel az önkéntes emberekkel? Ez például a fotóduk, a jegyzetek, illetve a tanúk és a fotódokumentációk, ezek már olyan bizonyítékok, amellyel igenis le lehet csukatni azokat az elkövetőket, akik ezeket a bűnesetteket elkövetik. Köszönöm, meglátjuk, köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm szépen.